Az utóbbi évben rengeteg slam poetryt írtam, és rengeteg rendezvényen vettem részt. Slam poetry, avagy szabad költészet. A múlt század 80-as éveinek közepén jelent meg, mint önálló előadói műfaj. Egy modern költészeti stílus, amely csak is szóban és leginkább élőben hatásos. Különböző helyeken, különböző emberekkel, viszont egy valami mindig közös volt bennük, az, hogy élőben történt. Élő reakciót kaptunk, élő visszajelzést. Az utóbbi időben ugye ezt ilyen formában nem lehet kivitelezni, sajnos. Így olyan eszközöket választottak a szervezők, amelyek az internet segítségével próbálnak hiánypótóak lenni. Ugye ahhoz, hogy létrejön egy ilyen rendezvény online, és most beszélhetünk bármiről, szükség van nyilván különböző technikai felszerelésekre, technikai programokra, szoftverekre, amelyeket különböző emberek kezelnek ahhoz, hogy minden jól menjen. Nézzük is meg, hogy zajlott Sárközi Richárd regnáló slam poetry bajnok önálló estje, amelyre vendégszlemmereket is meghívott. Apa válás után gyerek pszichológushoz vitt engem, hogy megnyugtassa magát arról, hogy az anyámmal való válása mégsem okozott bennem akkora traumát, hogy felnőtt koromra depressziós művész legyek. Yeah. Én nem keresem a baj. A baj jön. Mióta újságíró vagyok, főleg más baja. És az estét Szabados Mavrák Kata alias Hugi vezette, moderálta, aki több mint 10 éven át volt a Slam Poetry Magyarország hostja. Te is kíváncsi vagy rá, Teddy? Azt mondja Szókratész, ismerd meg önmagad. A karantén erre, ismerd meg a családodat. Erre a család, ismerd meg inkább Szókratészt. Tegnap úgy köszöntem a szomszédnek, hogy hello külvilág. Ha a feleségem meg a gyerekek jelentik a világot, akkor a szomszéd jelenti a külvilágot. Most már vele játszunk szerepjátékokat. Nincs egy kis cukrot kölcsönbe, boltos lány? Persze, átdobd a létrátokat, praktiker fiú. Sziasztok! Szerettem volna mindenképpen egy önálló estet létrehozni. Még a Föld alatti szlemen úgy volt, hogy lesz egy Spon Poetry nevű est, amire meghívok vendégeket, és akkor együtt csináljuk az estét, és abban lett volna egy ilyen verseny, és annak a nyertese csinálta volna a következő Spon Poetryt. Ez ugye értető okokból nem valósulhatott meg, és akkor eszembe jutott, hogy milyen jó lenne onnan megcsinálni ezt az egészet. És akkor utána láttam, ugye meghívtatok ki a Marosvásárhelyi online slamre, és láttam, hogy milyen jól működik. Úgyhogy utána már bátrabb voltam, hogy akkor el is induljon ez a kezdeményezés. Nagyon fura ez a bezártság, hogy egy teremben vagy ráadásul egyedül, olyan, mint hogy egy stúdióban lennél körülbelül. Ami nagyon fura, és észrevettem, hogy meg kell teremtened magadnak azoknak a... olyan, mint hogy a visszajelzéseket is meg kéne magadnak valahogy teremteni. Tehát most jön a vicces rész, most jön a szomorú rész, és jobban el kell játszani, ha egyedül vagy, mint amikor ugye visszajeleznek egyből, és érzed, hogy hol tart a szöveg, meg hogyan hat, meg hogyan működik. Hát ezt most ugye nem lehet érezni, csak magad tudod éreztetni. Ez nagyon fura volt egyébként. Valóban a slam, ugye ezzel is kezdtem a legelején, hogy... Mindenkinek ismeretlen és új ez a szituáció, hogy itt távolban vagyunk és online vagyunk. Azért necces így hallgatni, meglátni, befogadni szlemet, hogy az hagyján, hogy nincs előtted a szlemmer, de hogy még csak nem is egy olyan felvétel, ahol a szlemmer közönség előtt adta elő. Én tényleg őszintén remélem azt, hogy aki most becsatlakozott azért, mert nem volt jobb dolga, és akár ha lecsillapodott és újra lehet közösségbe menni, akkor majd megyünk újra, és akkor majd ő is csatlakozik. Szóval bízom benne, hogy ezt a célt is elérte ez az este. Az, hogy milyen programokat használnak adott esetben, az most nem lesz reklám tárgya, nyugodtan utána lehet nézni az interneten, a lehetőségek tárháza kifogyhatatlan, úgyhogy bárkinek, akinek kedve van online közvetíteni bármit, nyugodtan keressen rá, nem olyan ördöngösség. A végén mind aranyhalakká lettünk. A négy fal akváriumában járkálunk körbe-körbe, folyamatosan felejtve, hogy a négy fal akváriumában járunk körbe-körbe, folyamatosan felejtve, hogy...